Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt államtitkár úr! A keleti nyitás politikáját igencsak nehéz volna sikerként beállítani. A keleti országokba irányuló exportunk egyenesen visszaesett, miközben a kormány másról se beszél, mint az új piacok megszerzéséről. Eközben az azedék baltásgyilkos, a titkos paksi paktum, a több kinti kereskezőházat és üzemeltetők Vesztoros Tarsoly Csaba, vagy éppen Kóka János diplomata útlevele, és a letartóztatott agrárattasé Kis Szilárd ügye mutatja, mit is jelent az úgynevezett érdekalapú külpolitika a kormány számára. A jelek szerint nem mást, mint a magánérdek külpolitikáját. Ebben a fenn hangoztatott doktrinában önöknél nincsen helye sem elveknek, sem értékeknek, nincsenek szövetségesek és nincsenek barátok, legfeljebb rövidtávú érdekegyeztetés. Ezt világosan látjuk. A keleti nyitás beszűkítette mozgásterünket és érdekérvényesítő képességünket, miközben gazdasági eredményt nem hozott. De ez a gyenge színvonalon megvalósított kufárkodás igencsak sok pénzébe kerül az országnak, mint ahogy ez nemrég kiderült. A kereskedőházak hálózata, a Magyar Nemzeti Kereskedőház ZRT majdnem 2,5 milliárd forint veszteséget termelt 2014 folyamán. Ebből 1 milliárd forint ment el reklámra és úgynevezett szakértőkre, a legnagyobb összeget viszont eközben egy 72 millió forintos gyapjú export hozott. Emlékeztetném, hogy az eredeti tervek szerint a kereskedőház ZRT-nek 2016-ra önfenntartóvá kellene válnia, tehát legalábbis nullszaldósá. Kicsit aggódom, mert hogy még csak 29 kereskedőház termel veszteséget, de a ciklus végéig önök 117-et terveznek megnyitni. Kérdezem tehát tisztelt államtitkár úrtól. Mit tesztek, hogy a kereskedőházak a jövőben legalább a saját működési költségeiket előteremtsék, és végre valóban segítsenek a kis és középvállalatoknak? A második kérdésem az, hogy mi a garancia arra, hogy a Tordján József csilei idéző déli nyitás beharangozott programja nem fogja pont ugyanezeket a hibákat megismételni, újra termelni ezeket a helyzeteket. A harmadik kérdésem az, hogy egyáltalán önöknél mi a siker és a kudarc kritériuma, és milyen célszámokat kérhetünk önökön számon rövid távon, egy év múlva, illetve a parlamenti ciklus végére. Ezeket a célszámokat szeretném hallani. Megtisztelő válaszát. Köszönöm, képviselőasszony, tisztelt országgyűlés, megadom a szót Magyar Levente államtitkár úrnak. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőasszony, tisztelt ház. Egy fontos kérdésről van szó, tisztelt képviselőasszony, ugyanakkor nehéz egy fontos kérdésről objektív vitát folytatni, hogyha már az arra vonatkozó felvezetés, illetve kérdésfeltevés magában is tendenciózus. Ez pedig abban áll jelen esetben, hogy az ön által említett számok és érvek, miszerint a keleti nyitási kudarc volna, nevezetesen, mert csökkent az exportunk bizonyos keleti országokba. Egyszerűen nem állja meg a helyét, de legalábbis tendenciózusnak minősíthető, amennyiben egy olyan évre vonatkozóan hangoztak el ezek az állítások, amelyben a Kínába, a legnagyobb ázsiai partnerünkbe irányuló magyar export rekordot döntött, soha nem volt még akkora. Japánba 18%-kal nőtt az exportunk, Fülöp-szigetekre, Dél-Koreába, Malajziába és egy sor egyéb fontos keleti országba szintén óriási emelkedést figyelhetünk meg. Természetesen vannak olyan relációk, lásd Oroszország, lásd Ukrajna, lásd egy-két olyan arab ország, ahol a Nokia szállított be, amelyek rajtunk kívül álló geopolitikai okok miatt elveszítették a forgalmunk egy jelentős részét, azonban ez semmiképpen nem írnám a kereskedőház rovására. Tisztelt képviselőasszony, a kereskedőház egy új rendszer, egy új intézmény, mint egy 2 évvel ezelőtt kezdte meg az érdemi működést, egy globális hálózatot, 30 irodát működtet, nem lehet azt elvárni, de nem is az a kereskedőház elsőleges feladata, hogy ilyen rövid idő után megtermelje a fenntartásának a költségét, és ezen felül jelentős profitot termeljen. Szeretném a tisztelt képviselőasszony figyelmét felhívni arra a tényre, hogy a közvetett haszon, a közvetett állami nemzetgazdasági bevétel, ami abból származik, hogy a kereskedőház üzletek százait közvetíti ki, nagyságrendekkel meghaladja a ráfordított állami kiadást. Erre csak egy példát hadd mondjak, tavaly novemberben egy koreai rendezvény nyomán mintegy 21 milliárdnyi üzlet jött létre magyar, illetve koreai vállalkozások között. Ezt teljes egészében a kereskedőház szervezte, ilyen módon sokszorosan haladja meg a kereskedőház általi állami bevétel az arra fordított kiadásokat. Köszönöm szépen!